nem, itt én szépen előttem blokkolva. Akkor itt a sekélyebb részeken el tudok menni, ahol egy kis szigetek is vannak, hogy ezek egyáltalán nem sekélyebbek. A paci, mintha nagyon lassan haladna, nem? Na, a fasz halad. Egy rákkaja lesz belőlünk. Tehát úgy vesz, hogy a következő pontig, pacikám. Te nem leszel itt velem? Itt is van agyag. Neki most nem kell agyag. Az ár miatt elég nehéz úszni. Én átmegyek, felfedezem az első helyünket, megszerzem a pacit, és akkor frankóság lesz. Csak nem fog olyan sokáig tartani. Nagy macska, aki ott megevett valaki egyébként. Mint ha mellé szúrtam volna, de se baj. Valami idős hölgyet megevett. Egy banditet. Elteszem, mert jóló. Ó, hogy miért lehet bányászni? Ezüstöt az engem annyira nem érdekel. Ezt a sárkányos dolgot fel kéne feleznem neten. Ugye bár ott garantálva van nekem egy ordítás, meg maga egy sárkány is. Szóval nem tudom. Én nem tudom, haver, és itt nem ellenségek lesznek neten? Vagy valami, bármi. Talán majd máskor bemegyünk. Eleget szórakáztam már, szóval... Nincs, fel akarok ülni a pacimra. És menni, amerre kell mennünk. Itt van felettünk pont a sárkányos dolog. Szóval el is intézhetném, miért is nem, ugyebár. Oh, hello Groot! Te passzív vagy? Annak tűz. Öljük meg. Ellene a tűz gondolom tökéletes lenne. Nem mész sehova te sekfej. Eleve itt valóban fel kellene menni a sárkányhoz. Mert hát haver, ez mégiscsak a Skyrim, ez is sárkányos játék. A sárkányok jók. Rég nem mentettem. Vagy lehet, nem ez sárkány, csak egy olyan Dragon Priest. Mind a kettő jó igazából. Nekem. Mi történt ezzel a megégett holttesttel? Mert az emberrel, akiből megégett holttest lett. Ott is sárkány valóban. És te egy miféle sárkány lennél egyébként? Miért repültél át a kibaszott hegyen? Ó, ez egy vérsárkány. Jézusom, haver. És most hol vagy? Ez belerepül a hegybe, meg minden? Egyesen rám repült. Au. El se érem. Na. És egy életét le tudtam menni szerencsére. A vérsárkányok azok gondolom durvább sárkányok, mint a sima sárkányok. Hiszen ez vér, haver, nem is akármilyen, ez vér. És most velem foglalkozz, gyere vissza, te nyomi. Most a lova... Nem. A kukikinnek a lovát nem fogod bántani. A sütészület lova az nem a te játékszered. Kecső, tedd le azt a nagy pikelyes picsádat és küzd meg, mint egy férfi. Na, erről beszélek. Na, le se tudom ordítani, pedig leordítani egyszerűen. Na, halál. Itt volt valami csávó, akinek hallottam a hangját. Vannak katonák? Nem tudom, hogy kicsodák. Ide a lelkedben. Volt fél sárkány.
Három csont, úgy meg fog tenni az eszköztár, hogy össze-vissza szarom magam, ha ön... De se baj. Valamit kidobálok, hiszen sok felesleges dolog is van az eszköztáromban, mert sok mindent eltettem, ami nekem nem is kell igazából. Úgy né, könyveknél valami. Azt hittem, hogy ebből lehet valamit tanulni, de nem. Egy krumpli. Potionokből mérgek azok nem kellenek. Magicet azért legalább egyet hadd tartsak magamnál. Ez jól jöhet még. Ne. Ó. Annak most talán hasznát is venném, de lehet, hogy ki fogunk dobni valami olyanokat, amik nekem nem kellenek. Ez egész hasznos lehet. Vagy fegyvereknél valami. Ugye már most már kettő ebony sword van nálam. Egy steel sword? Nem tudom, hogy kerültél az... Ja, azt nekem adta az izé Ulfric. Akkor tanuljuk meg a zordi test. Ide velem. Air Elemental Fury. Ez nem tudom, hogy melyik. Zsír. Na, magic, shoutok. Ebből már kettő is megvan nekem egyenesen. A slow time-ból, és az egész hasznosnak is tűnik. Szóval, ja, szerintem... Mondjuk azt. Ja, de csak az egyik részét tudom használni. Se baj. Szerintem lehet, hogy most hazamegyek White Ramba és lepakolok egy-kettő dolgot, aztán innen tovább haladunk. De totál rossz irányba haladok egyébként, szóval frankó. Akkor lehet, hogy majd használok egy lovas kocsit, egy hintót. Lehet, hogy az a legbiztosabb igazából. Lehet, hogy úgy fogok cselekedni. Pontosan úgy. Roppant a könyököm, nem tudom, hogy a mikrofon felvette annak a hangját, de eléggé ijesztő volt. Hangokat hallok, szóval gondolom, már mindjárt be fog tölteni a játék, mindig ez van, hogy csend van, aztán egyszer csak megjön a zene, és akkor aztán egyszer csak betöltődik, ezt tapasztaltam eddig. Hogy általában így volt. És be is töltött. Ki úgy fest, hogy hamar felújították Skyrim-et, szóval lehet fel, hamar visszaállt a rend Skyrim-be. Milyen Skyrim White Run-ban. Mintha mi se történt volna. Na, mi nem kell nekünk innen most? Úgyse fogom feltölteni, de akkor legyen ez nálunk. Ezek kelleni fognak apparelből. Most téged is félre rakunk. Téged nem tudunk. Potionök. Nem van valami, amit le akarok rakni. Ez hasznos lehet, bár olyan sokat nem ad, szóval... Yeah. Mizgből meg ami most nagyon foglalja az eszköztelemet, azok ugyebár ezek például. A csontok. Most már az ebony klót is be tudtam rakni, ezt addig nem lehetett. Rendben. Amúgy eszembe jutott, a heavy armorban szeretnénk felfelé haladni.
Mert ugyebár idővel nem fognak semmilyen helyet foglalni az eszköztárunkban a armorok, és nekünk ez fontos, szóval a következő szintlépéseink abba fognak menni, hogyha nem felejtem el. És ott van valahol azt hiszem a fast travel-es dolog, szóval oda fast travel-ezünk a... hát White Randnak a kívüli részeihez. Hogyha valaha betölt ez a fos. Ez nem az én lovom. No de pajtás. Ájjájjáj először is. Meg kell tudnom, hogy melyik az a hely, ahova menni akarunk. Csak ilyenkor nem tudom használni a bét, szóval... Te térképet így nem lehet megnézni valahol? Nem. Szóval szállj le, mert ez a játék egy szar. Ahova mi akarunk utazni, az Markarth. Szóval veled kell beszélnem egyébként ilyenkor. Oda. Franco. Ever been to Markarth? Some say it was built by the dwarves. I don't believe a word of it. Te mondod, hogy nem sztorizgatni jöttem, hanem azért, hogy elvigyél engem, szóval kus legyen. És körülbelül fél térképen át kell mennünk, szóval nem csodálom, hogyha sokáig fog tartani a betöltés. Sok mindent fel kell dolgozni az én kis számítógépen, meg ennek a kalapszarnak. És itt is vagyok. Zsír. Még egy ilyen Dwarmer helynek tűnik, szóval meg lehet, hogy ebben van valami igazság. Ja, ez kurvára annak tűnik. Ó, a boltok 8 AM-től 9 PM-ig vannak nyitva. Ez speciál pontosan nem tudtam. Szóval kösz random Skyrim info, izé-bizé, ez nagyon-nagyon kedves volt tőled. Na, mi folyik itt, haver? Na! Haver! Most megvágtam a rossz embert, hát én összeszorom magam. Oké. Okay. Meg tudom élni azért, hogy megölni azt a hölgyet, akkor hősként fognak engem ünnepelni? Szerintem nem akarom, hogy szegény hölgy az életét veszítsen. Olyan. I die for my people. Forsworn are here in the city. Okay. Stay back. The Markarth City Guard have this all under control. There are no Forsworn here. Okay. Hölgyem, jól vagy? By the gods, that man nearly killed me. Another body. You saved my life. Ribbons, menj, mert kéne éppen beszélgetek Margarettel. Here. I was gonna bring this to my sister, but I think you should have it. Kösz. No. I don't have any idea. I was just shopping for a pendant for my sister back in the Imperial City. I've heard of them. Something about the men who live in the hills and attack caravans. I'm sorry. I don't know anymore. I'm just visiting here from Cyrodiil. Lényeg az, hogy jól vagy, baby. Attacked right on the streets. Are you all right? Did you see what happened? Haver, én adtam meg ezt a szart. I'm so sorry. I hope the aid give you more peace in the future. Oh, I think you dropped this. Some kind of note. Looks important. No. I was just getting some fresh air.
Had one too many pints of mead at the Silverblood Inn.